Kedves nézők, és ahogy az elején mondtam, következzenek a híres állatok, jöjjenek a film szereplői, például a dzsungelkönyve, amelynek filmváltozatában Balú, az öreg barna medve, a tanítómester. És ott van Bagira is, a párduc, és hogyha azt mondom, hogy Bambi, ugye mindenkinek az aranyos, őz Gida jut eszébe. A Walt Disney féle Bambi film egyébként az évszázad üzletének bizonyult akkor. Evezzünk hazai vizekre is. Két fekete István regény megfilmesített hőseit nagyon szerette a közönség. Nagyon szerette bizony. Egyikük Bogáncs, a hűpuli, másikuk pedig a kisróka Vuk. Aztán beszél majd az utókor kiről. Doktor Bubóról, aki mellett ott van Ursula, az asszisztensnő is, és csőrmester, a sasmadár. Aztán következzen a haszontalan rákcsáló, Misi Mókus, aki négy testvérével együtt egy hatalmas fa odvában született. És hát megint csak az következik, amit nagyon-nagyon szeretnek, ugye a tigris. Őt a E, Micimackóból ismerhetjük, csak úgy, mint Kangát, vagy éppen Zsebibabát. És ki is volt a Flintstone család házőrzője? Dino, a dinosaurus és szinte minden Tarzan filmben szerepel, feltűnik a csintalan tréfás kedvű Csita a majom. Bonzó. Őt kevésbé ismerhetjük, pedig nagyon híres volt, ugyanis Ronald Reagan, a későbbi amerikai elnök 1951-ben filmszínészként egy csimpánzzal együtt játszotta a főszerepet a Bonzo a gyerekkorban című filmben. És egy magyar vonatkozás a ragyogó szarvas Jankovics Marcel ének a csodaszarvasról című filmjéből, amelyet 2002-ben készítettek. És zárjuk a sort egy gyönyörű jelképpel, egy fehér galambbal, amelyet Picasso rajzolt a béke Világtanács megrendelésére számára még az 50-es évek elején. Így ő vagy ez a Békegalamb.